Nem hiszem el, hogy ez velünk történik. Hogy lehet ez? És miért nem érzek semmit? És hogy hol van már az az érzés, aminek jönnie kell? És aztán láttam a többieket, hogy örülnek, meg ugrálnak, és hogy így néztünk egymásra, meg vigyorogtunk, meg örültünk, dobáltuk a sisakokat, meg minden. Nyilván a Vitya dobott egy zsiráfot. Hát a Vityának a betört óra, meg a fejre esése. Hát igen. A zsiráf mindig azt kapta, aki a legszebbet idézőjelbe esett. Csak hogy nem tudom, én úgy gondoltam, hogy ez úgy tök jó lesz, hogyha én a sisakomat jól messzire elhajtom. Csak hát akkor lett a lendület, hogy ezzel együtt el is estem. De amikor beugrottunk, akkor szerintem mindenkinek feltűnt, hogy a Vitya az elindult egy full másik irányba. És talán meg össze is esett. De ahogy visszaendjük a szállodába, akkor a liftbe megyünk fel a szobáinkba, és akkor a Balu kérdezi, hogy te, Viktor, volt ott a sarokban egy ilyen féltér? Mert szerettem volna elsúnyogni. Már kérdésben benne volt, hogy ő ezt a videót látta, mert én azt meg közben nem gondoltam, hogy azóta már azért mindenki megnézte az interneten, amit csak tudott. És hát pont egy olyan kamerában mutatták ezt az eseményt, amiben teljesen jól benne volt az, hogy a csapat az egyik oldalon, én pedig a másik oldalon éppen hason csúszom. Úgyhogy ezt meg is kaptam onnantól kezdve, hogy az utolsó mérkőzés után a zsiráf díj az most már akkor, mivel ez egy nagyon nagy esemény volt, akkor az örökösen az enyém.